Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre. Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. Önök a Lépésről lépésre című műsort hallgatják, aminek házigazdája Szász Károly Zsolt, és sok szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, hetednapi adventista lelkipásztort, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkészét. Isten hozottat! Köszönöm szépen a bújbóli lehetőséget, meghívást! Ma tovább folytatjuk a beszélgetést Jézusról, Jézus életéről, és a kiinduló Biblia vers, amiből olvasnám a bevezető gondolatot, az a Máté evangélium a 4. fejezetében levő 13. vers. Így hangzik. És odahagyva Názáretet, elméne és lakozik a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain. A bibliavers szerint és a bibliai beszámoló szerint Jézus sok időt töltött Kapernaumban, sok időt lakott Kapernaumban, amikor éppen nem utazott az országban szerte széllyel, és éppen ezért Kapernaumot az ő városaként emlegették. Hadd ismerkedjünk meg Kapernaummal. Mit tudunk erről a városról? Milyen város volt Kapernaum? Hát magáról a városról egy néhány bibliai töredékkel rendelkezünk. Ebből a városból származtak Jézusnak a tanítványai, legalábbis egy néhányan, Péter és András, akik testvérek voltak, Jakab és János a Zebedeus fiai, valamint Máté a vámszedő, tehát majdnem fele a Jézus tanítványi köréből ebből a kis városból származott. Ez egy galileai város. A legutóbb Galileáról részletesebben beszélgettünk, de most is megemlítünk azért egy néhány fontos tájegységi vonást. Galilea ugye az északi tartománya volt a Palesztinának, Jézus korabeli Palesztinának, egy nagyon színes lakósú tartomány. Egyrészt pogányok, másrészt meg zsidók lakták a településeket. A fő kereskedő útvonalon helyezkedett el Galilea és a múltkor tárgyalt Genezáreti tó. Tehát ennek a tájegységnek, amely úgy etnikailag, mint gazdaságilag nagyon színes tájegység, egy kis városa Kapernaum. Maga a név Fárnaum héberül, ami Náhum tanyáját, vagy Náhum faluját jelenti eredetileg. Egy híres Náhum ebből a településből származott. Nem tudjuk, hogyha nem-e az ószövetségi Náhum próféta. De mindenképpen ez a településnek a neve. Nem esik túl messze Názárettől, Jézus városától, ahol felnevekedett, ahol beállt a krízis, hiszen Jézust nem fogadták a saját polgártársai, a názáreti lakóság Jézustól elhatárolódott, megvetették, és Jézus éppen ezért Kapernaumban, a barátai városában lakik. Tehát úgy is találjuk, hogy lakozott Jézus a tengerparti Kapernaumban. Ja igen, és a galileai tengerparton vagyunk újból. Tehát ez a kis város, vagy halászváros, kereskedő kisváros, az szintén a galileai tengerparton helyezkedett el. Mivel Jézus gyakran tartózkodott Kapernaumban, az ottaniak gyakrabban hallgathatták tanítását, és láthatták, amikor csodát tett. Milyen csodának voltak tanúi a kapernaumi lakosok? Milyen csodát végzett el Jézus Kapernaumban? Hát egyik, ami alapja volt a jézusi szolgálatának is, amely oly rendkívüli volt, hogy János evangélista, aki egyébként nagyon kevés csodáját jegyezte le Jézusnak, és csak jelekként
jegyezte, leírta meg a csodáit. Ezt viszont méltatta arra, hogy fontosnak látta, hogy belefoglalja az evangéliumában, hogy Jézus miután hazérkezett Jeruzsálemből, itt lehet, hogy mellé fogtam az egész jánosi gondolattal, mert az a templom megtisztítása után abban a Kánába érkezik haza, ahol a vizet borrá változtatta, és egy kapernaumi királyi szolga jön Jézushoz, és kéri, hogy Jézus gyógyítsa meg az ő fiát. És miután Jézus meggyógyította a királyi főembernek a fiát, halálából hozta vissza tulajdonképpen, Kapernaumban ezzel Jézus előkészítette az evangéliumnak az útját, hiszen az egész város, az egész település tudott arról, hogy Jézus csodával gyógyította meg a kapernaumi királyi embernek a gyermekét. Ez nyilván, hogy előkészítette a valamelyest az utat Jézus szolgálat előtt, ugyanakkor az, hogy a tanítványai abból a településből származtak, ez is közrejátszott abban, hogy egy kedvező hely volt a Jézus tevékenységére nézve. Kapernaumban végzett Jézus legtöbb csodát tulajdonképpen. Ő itt tevékenykedett legtöbbet. Itt volt az a hely, ahol az ő szolgálata végül kibontakozhatott úgy, ahogy Jézus szerette volna azt. Más településeken is, akár Jeruzsálemben, akár a saját városában, Názáretben, ahol nem sikerült sem Jeruzsálemben, sem Názáretben, végül Kapernaumban kibontakozik az evangéliumnak a ereje, az evangélium a maga teljességében Jézus szolgálatában. A Márk evangéliuma első fejezetének 21. verse szerint, amikor Jézus Kapernaumban volt, azt olvassuk, hogy mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógában tanít vala. Újra találkozunk azzal a gondolattal, amit egy korábbi adásban már fejtegettük, mégpedig Jézus jelenléte szombatnapon a zsinagógában. Van-e ennek valamilyen parancsoló jelentősége, vagy egy egyszerű leírás annak, hogy Jézus szombaton bement a zsinagógába? Jelente ez többet a mai olvasó számára az egyszerű leírásnál, és van-e imperatív hatása, azaz példaként áll előttünk Jézusnak a tette? Ez nagyon érdekes, hogy összehasonlítjuk majd az apostolok cselekedetében a tanítványok az apostolok szokásaival. Ők bebementek a különböző városokban, a zsinagógákba, és onnan kezdték el a tevékenységüket. Tehát amikor a pogány városokba szerte jártak, főként Pál és munkatársai, akkor mindig a zsinagógába keresték meg először a zsidókat, és ott prédikáltak. Mondhatni, hogy ez egy módszer is volt részükről, egy fontos módszer, jól bevált módszer, ahogyan elkezdjék az evangelizálási munkát. Mintha ők erre rá lettek volna utalva, bár véleményem szerint nem csak ezért mentek ők be szombaton a zsinagógákba. Itt Jézus Kapernaumban erre egyáltalán nincs rá utalva. Tehát Jézus Galilea hegyoldalán tanít, ismeri őt az egész város, mindenki tud róla. Tehát Jézus nem azért megy be itt szombaton a zsinagógába, hogy ott kezdje el az ő szolgálatát. Sokkal nagyobb tömegek előtt tanított már ekkor Jézus Galilea szerte, főként Kapernaumban. És az, hogy Jézus bemegy szombaton a zsinagógában, ezzel Jézus azt teszi, amit a Jóisten rendelt, eleget tesz a törvénynek. Egyrészt, hogy szombaton az Isten dolgaival kell foglalkozni, másrészt meg, hogy szombaton szent gyülekezése van Isten népének. És ez ekkor már egy jól bevált gyakorlat volt, hogy ezt a szent gyülekezést a zsinagógákban szervezik meg. Tehát Jézus az Isten szavának, az Isten örök parancsának egyben példát adva mi nekünk is, hogy mi szombaton a mi dolgunk. Tette eleget, és elment szombaton az Isten házába, a zsinagógába, a szent gyülekezésre. Köszönöm szépen. Azt olvassuk itt, hogy Jézus elmegy és tanít vala. Időnként azt látjuk, hogy Jézus gyógyít, máskor azt olvassuk, hogy Jézus tanít,
Mi volt Jézus munkamódszere, amivel elérte az embereket? Melyikre tette a hangsúlyt? Tanításra, gyógyításra, csodákra? Volt-e valamilyen különleges munkamódszere, amivel elérte az embereket? Először is Jézus elvegyült az emberek között, mint olyan, aki a javukat akarta. Szolgálta szükségletüket, megnyerte bizalmukat, és utána szólította őket, hogy gyere és kövess engem. Tehát Jézus egy végcélt követett, a gyógyítást, de nem annyira a fizikai gyógyítás volt a végcélja Jézusnak, mint inkább a léleknek a meggyógyítása. Jézus úgy is mondhatni, hogy egy szóban azért jött, hogy gyógyítson, hogy meggyógyítsa az embert, meggyógyítsa az embernek a lelkét. És ahhoz, hogy ezt a célt elérje, nagyon sokszor Jézus a testi gyógyításhoz is folyamodott. Nyilván, hogy Jézus minden tettének üzenetértéke van, de ugyanakkor fontos önmagában is. Tehát az is fontos már önmagában, hogy Jézus valakit meggyógyított, hiszen megszánta az embereket, hiszen fontos volt az, hogy egy szenvedő embernek enyhítsen a szenvedésén. De ugyanakkor azt is tudta Jézus, hogyha ezek a meggyógyított emberek egy nagyon fontos változást nem hoznak az életükben, csupán életüket könnyítik, vagy hosszabbítják meg, és ugyanúgy a halál áldozatai lesznek végső soron. Ha belegondolunk azokat is, akiket Jézus majd az evangéliumokban feltámasztott, mindannyian meghaltak. Éppen ezért Jézus a fizikai gyógyításon túl a lelki gyógyítást tűzte ki célul. Tehát meg akarta gyógyítani az embereknek a lelkét. És a fizikai gyógyítás meg mindenféle csoda tulajdonképpen előkészítői voltak, bizalomébresztők voltak az emberekben arra nézve, hogy az, aki már elvégezte a fizikai gyógyítást, egy sokkal nagyobb dolgot tud elvégezni az emberért. És ezzel Jézus meghatározta az egyháznak is mindig a küldetését, örökre a küldetését. Nagyon sokszor ma az egyház beletéved bizonyos szolgálatokba, beletéved. Hát jó, hogy teszi, mert tennünk kell a jót, ahol csak lehet. De hogy a fő céljának tekinti azt, hogy humánus tevékenységeket, szolgálatokat végezzen, humanitárius szolgálatokat, vagy egészségügyi szolgálatokat, ezek mind fontosak. De nem téveszthetjük szem elől azt, hogy van valami sokkal nagyobb jó, amit tehetünk az emberességért, ez pedig az evangélium megismertetése. Tehát az evangélium a legnagyobb dolog ezen a földön. Az evangélizálás a legtöbb, amit az egyház elvégezhet. És Isten kiválasztott egy eszköze az egyház ezen a földön, arra nézve, hogy az evangéliumot hirdesse az emberiség számára. Ez a legfőbb jó. Miért ez a legfőbb jó? Azért, mert ez nem csak e világi dolgát oldja meg az embernek, hanem megoldja az örök életre való dolgát is. Tehát nagyon fontos, nagyon sok rágalom érte az egyházat, hogy nem veszi ki eléggé az ő részét a társadalomban is. Néha ez igaz. A társadalmi szolgálatokban ez néha igaz. És tehetnénk többet. Valóban Jézustól ezt láttuk. De nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ha többet nem tudunk tenni az emberekért, mint hogy a fizikai és evilági dolgaikban szolgáljuk és enyhítsük a szenvedéseiket, ha ennél többet nem tudunk, vagy nem kívánunk tenni, akkor megszűntünk egyház lenni. Az egyháznak ez is a rendeltetése, szeretetből szolgáljuk egymást, de van ennél egy sokkal fontosabb rendeltetés is, pedig az, hogy az evangélium előtt, amely örök életet hozhat az ember számára, letegyük a mi szolgálatunkat, illetve az evangéliumon keresztül szolgáljuk az embereket, és ezáltal az örök életet ismertessük meg, magát Jézus Krisztust, aki maga az élet az emberrel. Ennél többet nem adhat az ember, az egyház ma az emberiségnek. Azaz azt szeretnéd mondani, hogy Isten célja nem az, hogy hosszú életű bűnösök legyünk, hanem örök életű megváltottak. Nyilvánvalóan, tehát ezt látjuk a Jézus életében, és ismét hangsúlyozom, hogy Jézus minden tettének önmagában is értéke van, de jelzés értéke is van. Tehát azokat a csodákat, amelyeket Jézus elvégez, azok önmagukban is fontosak, mert enyhítette az emberek fájdalmait, de túlmutatnak egy nagyobb gyógyításra, hogy Isten meggyógyítja az embert, kigyógyítja a halálból. Hadd tartsunk most egy zenei szünetet, majd azután folytatjuk a beszélgetést. Jöjj és szállj le rám, szent lélek, Isten égi vasztaló,
szeretetet ő tűzével tölt szívünk mely lángoló. Ó, jöjj el, Szent Lélek, szállj le sietve e népre, tölts erőt a szíveinkbe, keresztelj meg tűzeddel, ó, Szent Lélek, keresztelj meg tűzeddel. Jöjj el, örök létnek lelke, pecsételj el örökre, és az örökségnek kincsét adjad az értésünkre. Ó, jöjj el, Szent Lélek, szállj le sietve a népre, tölts erőt a szíveinkbe, keresztelj meg tűzeddel, ó, Szent Lélek, keresztelj meg tűzeddel. Vezess el a nagy munkába, menteni jó úrunkért, hirdessük a halandóknak üdvözítő kegyelmét. Ó, jöjj el, Szent Lélek, szállj le sietve a népre, tölts erőt a szíveinkbe, keresztelj meg tűzeddel, ó, Szent Lélek, keresztelj meg tűzeddel. Kedves hallgatók, önök a Reménység Hangja Rádió Lépésről lépésre című műsorát hallgatják. Beszélgető társam Filip Lukács István, a kolozsvári magyar adventista gyülekezet lelkipásztora. Hogyha Isten végső soron az ember üdvösségét keresi, megtörténhet, hogy a betegség, amit megenged az életében, az az ő örök üdvösségét szolgálja, és Isten nem válaszol igennel, akkor, amikor sokan azért imádkoznak, hogy az illető gyógyuljon meg, azaz Istennek célja van, vagy célja lehet akár egy betegséggel is, ami szolgálhatja az embernek az alázatát, megtérését, és így hosszabb időre szóló nyert ügye van? A cogito ergo sum margójára születik egy vers a magyar irodalomban, doleo ergo sum, amelynek a jelentése, hogy szenvedek, tehát vagyok. Igazából az ember a szenvedésében kezd gondolkozni a létezése felől, a létezése céljáról. A szenvedő ember létezik igazából, és nagyon sokszor a mély és az igazi nagy dolgok ezen a földön a szenvedő emberek életében születtek meg. Ezért is mondja Péter apostol azt, hogy atyám fiai, külön örömnek tartsátok a szenvedést, mert fegyverkezzetek fel a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Tehát a tisztító eszközök közül az egyike Istennek, amelyel az embert magához akarja vonni, éppen a fizikai szenvedés. És nyilván, hogy Jézus ennél sokkal nagyobb célt követ, de bátorítja az embert ugyanakkor, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. A Jelenések könyvének második fejezetében találkozunk ezzel a gondolattal a smirnai gyülekezethez intézett levélben. Tehát az embernek egyrészt szenvednie kell a szenvedés, szüksége van a szenvedésre, másrészt meg vesse meg az ember a szenvedést, úgymond, hogy ne féljen tőle. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. És ezt az első századokban a keresztények nagyon is jól megtanulták, hogy
az üldözések ellenére, a szenvedések ellenére kitartottak Jézus Krisztus mellett. Tehát számukra volt valami nagyobb érték, mint a földi lét, mint a földi élet. Ugye orvostudományi szempontból nézve a legnagyobb érték az élet, a földi élet. Az egész kereszténység rácsáfolt erre az értékre is. Azt mondták, hogy a legnagyobb földi cél az, hogy Isten akaratát teljesítjük, és ezáltal az örök életet is elnyerjük. Tehát senki ne csüggedjen el, hogyha betegséget tapasztal, vagy próbán megy keresztül, mert ez nem annak a bizonyítéka, hogy Isten elhagyta és magára hagyta, hanem annak a jele, hogy Istennek terve van és célja van az életével. Nem kell elcsüggedni, hogyha valaki nem gyógyul meg, ha bár imádkoztak érte, és nem azt a kérdést kell feltenni, hogy Uram, miért engedted meg, hanem picit változtatni a kérdésen, és azt kérdezni a Jóistentől, hogy Uram, milyen célból, mi célból engedted meg életemben ezt a próbát, ezt a betegséget. Végül maga Jézus is a szenvedések férfia volt, és Isten megengedte Jézus életében a szenvedést, és nem úgy hallgattatott meg az imája, hogy először Jézus felvette a Gecsemáni kertben, hogyha lehet, ez a szenvedés pohár távozzon el tőlem. Hát igen, igen, amit kifejtettünk. Viszont itt ebben a történetben egy ennél még örömtelibb eseménnyel találkozunk, hiszen itt Jézus meg fogjuk látni, hogy éppen gyógyít, tehát fizikai gyógyítás. Igen, hát adjunk hálát a Jóistennek, amikor az ő tervében az áll, hogy az embert meggyógyítsa, és akkor is tegyük fel a kérdést, hogy mi célból gyógyított meg Isten bennünket, mert ennek is nyilvánvalóan célja van. A bibliai történetben arról van szó, hogy Kapernaumban, amikor tanított Jézus a zsinagógában, elálmélkodtak az ő tanításán, mert úgy tanítja őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írást tudok. Miben különbözött Jézus az átlagos előadóktól, az átlagos tanítóktól, az akkori időkben ismert tanítási módszerektől? Honnan merítette a hatalmat, mivel azt mondják, hogy ő úgy beszél, mint akinek hatalma van? Hogy neki volt hatalma, és a többieknek nem volt hatalma? Igen, ezt nagyon fontos itt az összefüggésben megközelítenünk, hiszen nagyon sokszor ezt valami nagy, rendkívüli és megközelíthetetlen hatalomforrásnak tekintjük. Viszont azt látjuk később, hogy nem csak Jézusnak volt hatalma, és nem csak ő tanított úgy, mint akinek hatalma volt, hanem az apostolok is így tanítottak. Például Pál apostol elmondja azt, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek az üdvösségére. Tehát ő is egy hatalommal teljes dolgot hirdetett. Tehát azt jelenti, hogy nem csak Jézusnak volt az ő istenségéből fakadóan hozzáférhetősége ehhez a hatalomhoz, hanem a későbbieknek is. Tulajdonképpen nagyon egyszerű elméletileg az, amiből a Jézus hatalma adódott. És nagyon egyszerűen megérthetjük, hogy miért nem volt hatalmuk az írástudóknak. Egyszerűen Jézus az írásokat prédikálta. Jézus az írást beszélte. Tehát, hogyha belegondolunk az ő megkísértésének a történetében, Máté evangélium a 4. fejezetében, ahányszor az ellenség megkísértette, már pedig annak volt egy bizonyos hatalma a kísértőnek, Jézus mindig az írással válaszolt, előbb az írással, utána a teljes írással, végül pedig újból az írással válaszolt és győzte le az ellenséget. Hát van egy nagyobb hatalom ezen a földön, mint az ellenség hatalma, és pedig az, amit a mindenható Isten a hívő embernek ad, aki a Szentírással küzd, aki a Szentírás szavaival küzd. A Jézus ereje az írásokból adódott. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek nem idézték az írásokat, az írástudók, de azt látjuk az ő esetükben, hogy egyrészt összemosódott az írástudók tanítása különböző hagyományokkal, másrészt a totál szkriptúra elvét, vagyis a teljes írás elvét elég gyengén alkalmazták, mert mindig Jézus valamit még hozzá kellett tegyen, amikor írással közeledtek és támadták Jézust, Jézus még valamit hozzá kellett illeszen az írásukhoz. Tehát vagy ez volt a probléma, vagy pedig az, hogy egyszerűen
tanították, de nem engedelmeskedtek annak. Nos, az, amikor valaki tanítja az írást, de nem a szerint él, az egy gyenge ember. Annak a szavában nem lehet erő. Jézus elmondja ugyan, hogy amit ők mondanak, azt ti megtegyétek, csak az ő tetteiket ne tegyétek. Tehát az írásban van az embernek az ereje, Jézus Krisztus is emiatt volt erős, tehát hogy a szívébe rejtette az Istennek beszédét, a teljes írást, nem mellőzött bizonyos részeit, az írás teljességét élte és tanította Jézus, és említettük végül, Jézus élte is azokat. Ez a legnagyobb erő, ez a legnagyobb hatalom, az írás, amelyet Jézus fegyverként használ. A Jelenések könyvének a bevezetőjében azt látjuk, hogy Jézusnál van egy kard, egy kétélű éles kard, és ez a kard a Jézus szájából jön ki. Tehát mi jön ki az ember szájából? Ugye az ő beszédje. Tehát Jézusnak a hatalma az ő szavában van. És ebből volt Jézus más, mivel hogy az Isten igéje volt ő benne. Közvetlen ezután látunk egy lehetőséget arra, hogy Jézus megmutassa hatalmát, hiszen a zsinagógában volt egy ember, akiben tisztáttalan lélek volt, és ez felkiáltott. Olvasom a Márk evangélium első részéből a 24. verset. Így kiáltott fel ez az illető ember. A mi dolgunk van nékünk veled, názáreti Jézus. Azért jöttél le, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. Nem ez az ember, hanem a benne levő és az őt uraló tisztátalan lélek volt az, amelyik felkiáltott. Nagy feszültséget keltve így a zsinagógában. Hogyan oldja meg Jézus ezt a feszültséget? Hogyan folytatódik a történet? Hogyan mutatja meg Jézus az ő hatalmát? Csak egy pillanat, ha megengedett, tehát, hogy ott van ugye ez az ördöngös a zsinagógába, és nyilván, hogyha tudják róla, hogy ő ezt teszi, akkor nem engedik be a zsinagógába. A zsinagógába volt egy rend, bárki nem mehetett be a zsinagógába. Tehát úgy tűnik, hogy ez az ördöngös nagyon rendesen viselkedett. Benne vannak az ördögök, közben ő ott van a zsinagógába, szépen viselkedik, semmi feltűnő nincs benne. Jár a templomba az ördög, ha úgy tetszik a kifejezés. Igen, kifejezés, tehát ebben az emberben ott van rendszerességgel, és nem, nincs semmi megütközés. Az, ami a zsinagógában lezajlik, az nem zavarja az ördögöt. Nyugodtan el vannak együtt. Egész addig a pillanatig, amikor megjelenik Jézus a zsinagógában. Ekkor viszont már ketten nem férnek egy zsinagógában. Tehát a démon, aki uralja az ördöngöst, és Jézus. És ekkor alakul ki a konfliktus, a nagy küzdelem. Nagyon sokszor világunkban nem észleljük azt, hogy mi történik körülöttünk. A sátánnak egyáltalán a létezését, meg a munkáját nagyon sokan lemosolyogják meg, hogy meg nagyon sok jó prédikációban is alig hallunk valamit az ellenségről. Csak az Isten szeretetéről egyoldalúan beszélünk, és nyilván, hogy az a hangsúly és az a megoldás, az hozza a szívekbe a megoldást. Az Istennek szeretete. De arról azért ne feledkezzünk el, hogy a nagy küzdelem világában élünk. Tehát a Biblia fő mondani valója a nagy küzdelem. Hogy Istennek volt egy szándéka eredetileg az emberrel, és az a szándék nem teljesedett, mivel hogy az ember bűnbe esett. És ettől kezdve a Biblia történet, a nagy küzdelemnek a története. Nagyon sokszor hallani ma is, miért kell beszélni erről, hogy az ördög, meg az ördögnek az eszközeiről, meg ezekről miért kell beszélni? Ha nem tisztázzuk a bűnt, a bűnfogalmát, akkor az evangélium nem jelent semmit. Mert tulajdonképpen az evangélium éppen a bűnre való válaszként jött. De ha nem tisztázzuk a bűn kérdését, akkor nagyon valótlanul élünk. Csak azt látjuk, hogy van rossz a világunkban, de nem tudjuk hova tenni. Tehát nagyon is valóságos az, hogy egy nagy küzdelemben élünk, sátán jelen van az ő médiumjaink keresztül, ő ritkán szokott önmagában dolgozni, rendszerint felhasznál embereket, vagy eszközöket, lásd eredetileg az első alkalommal a kígyót használta fel, és a zsinagógában pontosan ez válik nyilvánvalóvá, megnyílik az embereknek a szeme. Sőt, Jézus idejében a démonok érezték azt, hogy vesztésre áll az ő dolguk, és még inkább dolgoztak. Minél inkább felébred az evangéliumnak az ereje, annál inkább az ellenség is
felébred, és felébreszti az ő erejét. De ez a jó, amikor látható, amikor ez nyilvánvalóvá kezd válni az emberek előtt. Hogy oldódik meg itt a feszültség? Mi a kimenetele itt ennek a küzdelemnek, ami kibontakozóban van? Jézus tanít, felszólal a tisztáttalan lélektől, uralt ember, megszólítják Jézust, vagy féleképpen kihívják Jézust erre a párbajra. Hogyan zárul végül ez a konkrét, valós csata? Jézus megdorgálja, azt mondja, hogy némulj meg a gonosz léleknek, és menj ki belőle. És még egy ideig szaggatja, meg tépásza az áldozatát, utána meg egy nagyot kiált, és kimegy belőle. Hát a végső szó a Jézusé, nem a gonoszé. Itt élünk a világunk mindenféle nehézségeivel és dolgaival, és természetesen, hogy foglalkoznunk kell vele, és fel kell vetnünk a kérdést, hogy honnan van a betegség, honnan van a baj, a probléma. Nyilván ezt nem Isten hozza, Isten nem adja. Különösen a Jobb történetében láthatjuk azt, hogy Jobbot is az ördög betegítette meg. A gonosz az ördögtől van, nem Istentől. Tehát itt is egy iszonyatosan alattomos munkát végez, hogy hozza a rosszat, és utána beállítja az emberi elmét úgy, hogy Istennek tulajdonítsa az ember azt a rosszat, amit ő hozott létre. Jobb könyvében nagyon fontosként ajánlom a kedves hallgatók számára, megtaláljuk azt, hogy a betegséget nem Isten hozza, hanem legfeljebb megengedi. És akkor beállítja úgy, minthogyha Isten volna a gonosznak a szerzője. És itt van a gonoszság az életünkben, vagy a nehézségek is, de emlékeznünk kell, hogy Isten az utolsó szó. Tehát nekünk tudnunk kell, nekünk bíznunk és hinnünk kell ő benne, hogy az utolsó szó Jézusé, itt is, ebben a történetben. Ő kimondja azt, hogy távozz, és az övé az utolsó szó. És hogyha Jézus nevében mi is azt mondjuk, nem csak úgy egy ilyen mágikus jelszóként használjuk, hanem valóban hittel és bizalommal a Jézus nevében, hogy távozzon a gonosz, ott nincs mit keresni az ellenségnek. Meglepő, hogy rögtön a gyógyulás után, az ördög kiűzése után a jelenlevők álmélkodnak. Ugye nem ez az első alkalom, amikor álmélkodnak Jézusnak hatalmán. Előbb álmélkodtak Jézus beszédén, mert úgy tanít, mint akinek hatalma van. Most meg álmélkodnak azon, hogy a Jézus szavára az ördögnek távozni kell, és az ember meggyógyul. Hogyan kerülhet valaki olyan helyzetben, mint amilyenben volt ez a férfi, azaz hogyan kerülhet valaki Sátán fogságába? Gondolok a mai időkre. Kerülhet-e valaki hasonló helyzetben? Mitől kellene őrizkedni? Hogyan lehet felismerni a csapdát, amit az ős ellenség állítani szándékozott az ember életébe, hogy aztán tönkre tegye azt? Hogyan kerülhet valaki Sátán fogságába, és mitől kell őrizkedni? Hát meg kell különböztetnünk azt, hogy az egész világ a gonoszságban vesztegel, és azt, amikor valaki ténylegesen, tudatosan odáll a Sátán oldalára. Ugye attól kezdve, hogy Ádám meg Éva elkövették a bűnt, beengedték világunkba a Sátánt, és valamilyen ereje ő neki van az emberi életben. De azok a démoni megszállottak, ami nem egy pszichés betegség volt, tehát az egy valóságos démoni lakozást és uralmat jelentette egyes emberekben, amelyekről olvasunk itt az evangéliumi időkben, és nem csak. Rendszerint azok a helyzetek úgy alakulnak ki, hogy az illető valahol tudatosan lepaktázik az ellenséggel. Tehát lépésről lépésre teret ad neki, beengedi az ő életében. Egyfelől azt látjuk, hogy itt volt ez az ördögtől megszállott, akit Jézus meggyógyított, és aki Jézusnál szabadulást tapasztalt. Másfelől Jézus találkozott olyan zsidókkal, akik nem igényelték a messiás, a szabadító jelenlétét. Hogyha a két embercsoportot egymás mellé állítjuk, melyik volt szerencsésebb helyzetben, és miért? Ugye itt is az a kérdésük, hogy miféle új tudomány. Ebben nem csak a csodálkozás van benne, hanem benne van egyfajta idegenkedés is. Hogy miféle új tudomány? Hát mostani tanítottak itt, és nem voltak ilyen felvonások a zsinagógáinkban. Most itt mi történt? Köszönjük szépen, jól el voltunk eddig. Most ez itt mi az, hogy itt
ilyen rendkívül istentiszteleten veszünk részt. Tehát miféle új tudomány van. És majd megértjük később az evangéliumokból azt is, hogy Jézust megrágalmazzák, hogy tulajdonképpen az ördög erejével űzi ki az ördögöket. Vagyis a vallási tanítóknak nem tetszett az, hogy Jézus az ördögöket kiűzte. És akkor csak egy válaszunk van, hogy ők maguk voltak az ördög oldalán. Őket magukat, a vallási közösséget, a vallási vezetőket használta az ellenség. Lehet, hogy tudtak erről egyesek, vagy legtöbben éppen nem, és ez volt a nagy problémájuk. Mert ez az ördöngös, ha már nem is tudott a saját szavaival kiáltani Istenhez, hanem belőle az ördög beszélt, mégis azért azt észleljük, hogy akart szabadulni. Ő vágyott a szabadulásra. A másikok pedig, vallásos vezetőség pedig, akiket szintén az ellenség uralt, nem is vágytak a szabadulásra. Tehát ez a sokkal rosszabb, hogy nem is tudja, hogy kinek a fennhatóság alatt van, és következésképpen szabadulni sem akar attól, abból. Van, amikor az igazság és a hamisság között éles az ellentét. Viszont van, amikor alig vehető észre, és könnyen a hamisság oldalára állunk. Hogyan bizonyosodhatunk meg afelől, hogy az igazságot pártoljuk, fogadjuk el, vagy éppenséggel tanítjuk, nem pedig a hamisságot pártoljuk, fogadjuk el, vagy tanítjuk? Megtörténhet, hogy valaki a Bibliával a kezében, a Biblia ellen és Isten ellen tanít, és így lerombolja az Isten szavába vetett hitet, a Biblia fölé helyezve saját tanításait, és így a hamisság oldalára áll. És milyen következményei lehetnek az ilyen viselkedésnek? Hát Jézus úgy beszél erről, hogy maga a sátán is világosság angyalává változik át, és Timóteushoz írott első levél, 4. fejezet első versében meg azt találjuk, hogy a hitető lelkek és gonosz lelkek tanításai fognak majd megjelenni Isten egyházában, és hát nyilvánvaló az, hogy az ellenségnek éppen a hitetés a nagy módszere. És Jézus beszélte erről, hogy sátán a hazugságnak atya volt. Tehát ő nem úgy mutatkozott be soha, hogy most tessék, jöttem és válassz engem, hanem mindig úgy burkolta magát, a tanításait úgy burkolta, hogy egyrészt az embereknek ezzel hízelgett, másrészt meg ő eladta magát. Az egyik ószövetségi fontos ígében, amely a sátán munkaeszközéről beszél és tanúskodik, az Ézsaiás könyvében, Ézsaiás könyvének a 14. fejezetében, ahol beszél sátánról, hangsúlyozza azt, hogy a te kereskedésed volt az eszközöd, amellyel eladtad magad. Tehát kereskedő volt. A héberben ez a kereskedés szó jelent egyszerre ugye, kereskedést, üzérkedést, ugyanakkor mesét is. Nyilván ma is nagyon sokszor a kereskedéshez meséket kell kitalálni ahhoz, hogy a termékeket el lehessen jól adni. Ezért a héber nyelvben, de nem csak ugye az angol nyelvben is nagyon közel áll a tündérmese és a farok szó. Tehát, hogy a farkával, a csalafintaságával, a meséivel adta el önmagát sátán. És itt jön a nagy kérdés, mert az utolsó időkben olyan nagyméretű lesz az ámítás, hogy azt mondja az Istennek ígéje, hogy sátán megpróbálja még az Isten népét is elámítani. És erre a bölcsesség nem elég, hogy észrevegyük, hogy mi az ámítás és mi nem. Az embernek valami többre van szüksége, mint a bölcsességre. Jézus azt mondja, hogy ha valaki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert övé lesz az életnek a világossága. Tehát a Jézus követése az, amely megvilágítja az embert. Vagy a János evangéliumában, ahol arról beszél az íge, hogy Jézus mennyi csodát tett, szintén azt mondja az íge, hogy világosságból jöttem a világra, mondja Jézus, 12.46, tehát János 12.46, világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétben, aki én bennem hisz.
Tehát a Jézus Krisztusba vetett hit, a Jézus Krisztusba vetett bizalom, a Jézus Krisztus követése az, ami az embert biztosítani tudja a sátán becsapásaival szembe. Nagyon sokszor az, amit ma az ember kap, felvilágosítják az embert. Tulajdonképpen a mély sötétséget kapja az ember. Az embert ámítják, akár hírekből, vagy bárhonnan. Árad sokszor a sötétség, nem a világosság, és akkor az ember folyamodik azokhoz. És ezzel szemben Istennek igéje azt mondja, hogy itt csak egy eszköz van, amely által az ember meg tud világosodni. Jézus Krisztus. Aki engem követ, az nem járhat a sötétségbe. Aki hisz én bennem, mondja Jézus, az nem marad a sötétségben. Tehát a Jézus Krisztusba vetett bizalom, a Jézus életének a tanulmányozása az, amely az emberiséget meg tudja világosítani. És ezért nagyszerű, és köszönöm ezt az egész témakört, amivel foglalkozhatunk hétről hétre, hogy Jézus Krisztus személye tisztuljon előttünk. Csak az az ember van biztonságban a gonosz számításaival szemben, aki Jézust néz és figyel és hisz ő benne. Köszönöm szépen, tartsunk most egy zenei szünetet, majd azután folytatjuk. Kedves hallgatók, önök a Reménység Hangja Rádió Lépésről Lépésre című műsorát hallgatják. Beszélgető társam Filip Lukács István, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztora. Beszéltél arról, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy sátán csapdáinak áldozataivá váljunk. De folytatnám más formában a kérdést egy nagyon gyakran feltett kérdéssel, hogyan győzhetjük le a gonoszt az életünkben, hogy tudunk győzedelmeskedni a felett, aki már uralja az életünket, és hogyan kerülhetünk ki az ő csapdáiból, az ő fogságából. Tudjuk azt, hogy Jézus hatalmasabb nála, de tudjuk azt is, hogy a gonosz hatalmasabb nálunk. Hogyan szabadulunk meg a karmai közül? Igen, tehát hogyha erre az esetre is gondolunk, ugye amikor Jézus kiszabadítja ezt az embert a gonosz hatalmából, hát itt túl sokat azért nem látunk az egész szituációból, hogy mi is, tehát ez a történet nem részletezi annyira a szabadulásnak a történetét, viszont Jézus nagyon sokszor felvetette ezt a kérdést, betegeknek például, hogy akarsz-e meggyógyulni.
Tehát az akaratnak egy rendkívüli fontos szerepe van ebben a folyamatban. Akarsz-e a jónak az oldalára állni? Tulajdonképpen az egész emberi életet vezető erő az akarat. Hogy kinek az oldalára állunk, az az akarattól függ nagy mértékben. Csak hogy itt nagyon sokszor félre értelmezünk egy dolgot, az akarat dolgát, és itt ajánlnám, kedves hallgatók figyelmében újból az említett Ellen White Jézushoz vezető út című könyvnek az átadás című fejezetét, hogy itt nem arról van szó, hogy most akarom a jót, vagy akarom a rosszat, és akkor ilyen egyszerűen eldőlt a csata, hanem főként arról van itt szó, hogy az akaratomat oda állítsam az Isten oldalára. Tehát, hogy válasszam Istent, válasszam Jézus Krisztust. Lehet, nem tudom mindig a jót választani. Például egy alkoholista nem tud aközött választani, hogy most fogja meg a poharat, vagy ne fogja meg. És nyilván valaki a pohár mögött áll, és Jézus Krisztus között. Nos, ez a nagyszerű lehetőségünk, hogy nekünk nem a rossz és a jó között van lehetőségünk választani, hanem lehetőségünk választani a rossz és Jézus Krisztus között. És hogyan zajlik le ez a választás tulajdonképpen? Úgy, hogy azt mondjuk Jézusnak, hogy légy segítségül az én hitetlenségemben, légy segítségül az én gyengeségemben. Odaadjuk önmagunkat Istennek úgy, amint vagyunk. Amikor az ember odaadja az akaratát Istennek, a Jézus oldalára áll az ő akaratával, elmondja egyszerűen imádságban azt, hogy én nem vagyok elég erős, nem tudok eléggé akarni, viszont azt a kevés akaratomat, ami van, azt odaadom neked. Akkor jön a csodálatos ígéret Isten részéről, hogy Isten megerősíti az akarást az emberben, ő az, aki munkájéti bennetek mind az akarást, és megerősíti a cselekvésre való készséget az emberben. Ő az, aki munkája bennetek mind a cselekvést. Tehát az ember egyszerűen azt kellene mondja, amikor a gonosz hatalmába került, hogy Istenem, én képtelen vagyok innen kiszabadulni, de akarok, kérlek, vedd át az akaratomat, erősítsd meg, munkáld bennem, szenteld meg az akaratomat, és munkáld bennem a jó akarást. És amikor az ember így kiált Istenhez, teljes szívből, akkor Isten inkább kiüríti a mennyet, és leküldi az emberhez, mint hogy egy ilyen embert, aki teljes szívéből Istenhez imádkozik, bukni hagyna. Tehát az akarat rendkívül fontos, annak a megértése ebben az egész folyamatban. Hát kívánom, hogy minden kedves hallgató megtapasztalja saját életében ezt a győzelmet, amit Isten hozhat mindenkinek az életébe. Történetünkben, Kapernaumban, a zsinagógában történő csoda után Jézus Péter házába vonul vissza, ahol egy másik problémával találkozik. Péter anyósa, Péter feleségének anyja lázasan feküdt. Hogyan avatkozik be Jézus ebbe a helyzetbe, és mi történt azután? Eddig Péter csak szemlélője volt a történetnek, távolabbról érintette őt nyilván. Látta Jézusnak a csodáját, most viszont egész testközelből érinti az embert. Tehát egy dolog az, hogy most a Péter szempontjából, hogyha nézzük ezt a történetet, hogy mondjuk a gyógyításokról szerez az ember tudomást, és más dolog az, amikor az ő saját életében vagy környezetében találja a betegséget. Jézus itt is gyógyít, megrótta a betegséget, ugyanúgy, mint a démont, ugye, és felkelt a Péter anyósa is, szolgálta őket. Tehát úgy tűnik, hogy ugyanazzal a módszerrel jár el a betegségek irányába, és megrója, megdorgálja őket, mint amilyennel az ördöngös irányába szólott Jézus. Meglepő, hogy Jézus beavatkozik egy olyan betegségnek a gyógyításába, amiről nem azt tudjuk, hogy egy végleges betegség, hanem idővel úgyis meggyógyulhatna. Jézus mégis beavatkozik, és meggyógyítja, felgyorsítja ezt a folyamatot, a gyógyulás folyamatát. Mit tanulunk ebből? Nem csak azokat gyógyítja meg, akik egy egész életre a betegség fogságában voltak. Gondolok a bénákra, gondolok a vakokra, süketekre, némákra, leprásokra, hanem egy lázas betegnek az életébe is Jézus beleavatkozik,
azért, hogy meggyógyítsa őt, enyhít az ő jelenlegi fájdalmán, az illető pedig hálásan szolgál utána neki. Hozzá kellene szoknunk, hogy a legkisebb problémáinkkal is Jézushoz forduljunk. Tehát egy lázzal is, ugye, nem csak egy rákos betegnek jó, hogyha Istenhez kiállt, hanem a legkisebb betegségünkben, a legkisebb problémáinkban is Istenhez forduljunk. Nem csak, hogy nem fárasztja Istent ez, hanem megtisztelve érzi magát, hogy beavatjuk őt az életünk kisebb és nagyobb dolgaiban is egyaránt. Gondolok arra, hogy napjainkban sokan imádkoznak akkor, amikor azt veszik észre, hogy a testük hőmérséklete emelkedik, hiszen koronavírus gyanúval kezdi magát is kezelni, és bátorítunk mindenkit, hogy minden betegség esetén, ugye, ahogy István is mondta, minden apró dologban forduljunk Istenhez, mert nála van megoldás. Kapernaum egy nagyon befogadó város volt, ahol Jézus sok csodát tehetett, Názarettel ellentétben, ahol nem tehetett csodát, mert nem hittek benne. Kapernaum az a város, ahol Jézus tehetett csodát. A 32. verstől olvasom a Márk evangéliuma első fejezetéből. Este felé pedig, amikor leszállt a nap, mind őhozzá vívék a betegeseket és az ördöngősöket, és az egész város odagyűlt vala az ajtó elé, és meggyógyítta a sokakat, akik különféle betegségekben sínlődnek vala, és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivel hogy őt ismerik. Mit tudnál ehhez hozzáfűzni Jézusnak ember tömeges gyógyításához? Hát ez egy csodálatos nap, csodálatos hely, talán az egyik legszebb nap Jézus földi életéből, és ez mutatja azt, hogy Jézus mennyit csodát tudna tenni, hogyha az emberiség olyan nyitott volna ma, mint Kapernaum volt. Ugye Jeruzsálemben hitetlenséget látunk, Názáretben úgy szintén, végre most egy közösség, amely nyitott, és sok tanítványa van Jézusnak abban a városban. Hát erre kellene példát látnunk ma, hogy ugyanazzal a lélekkel fogadjuk Jézusnak a közeledését, mint a kapernaumiak tették, és akkor valószínűleg csodák sem maradnának el. A következő Biblia versben, a 35. versben azt olvassuk, hogy kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén kiméne, és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozik. Miután nagy sikerrel sok beteget meggyógyított Kapernaumban, miután sok ördögöt kiűzött, miután nem hagyta azokat szólni, és hatalmasan tanított, hatalmas csodákat tett, az emberek csodálkoztak, álmélkodtak. Miért ez a félrevonulás Jézus részéről, hogy kora reggel pedig, még szürkületkor kiment egy puszta helyre, és ott imádkozott? Egyrészt nyilván, hogy ez neki élet gyakorlata volt, az ima, amit nagyon megtanult, és amit nagyon szeretne mindannyiunknak megtanítani, hogy kora reggel már Istenhez kiáltani, és az Isten igéjéből erőt meríteni. Másrészt a tanítványok meglepetésére Jézus most nem csak kivonult reggel, hanem jelzi azt, hogy most vonuljunk át egy más településre, más városra. Na ez volt igazán a meglepő a tanítványok számára. Tehát amikor számolnak azzal, hogy Keresztelő János, az ő első mesterük börtönbe került, nem nyertünk semmit. Lementünk Jeruzsálembe Jézussal, és ott elutasítják. Názáretben azt látjuk, hogy elutasítják. Végre felvillan a remény bennük, hogy végre van egy hely, ahol Jézus kibontakoztathatja az ő munkáját. Erre fel meg Jézus azt mondja, hogy tanítványaim, gyertek, mert megyünk másik városba. Tehát ez meglepő volt számunkra. Jézus nyilván, hogy nem szerette volna az ő munkásságát túlságosan hamar ismertté tenni, tehát hogy ez akadályt gördítsen az ő munkájára. Tehát, hogyha az ellenség nem tudta megakadályozni a Jézus munkáját, akkor azt tette, hogy megpróbált túlbuzgóságot kelteni az emberekben. Másrészt az emberekben le kellett tisztuljon az, hogy ki is ez a Jézus. Mert ameddig a csodák történtek, addig nem tudták tisztázni azt, hogy
Most mit is akar ez a Jézus velük tenni? Szükségük volt nekik is a csendre. Ha történik valami, ha hallunk valamit Jézusról, akkor utána egy kicsit meg kell állnunk és el kell csendesednünk. Jézus maga is ezért vonja ki a tanítványokat, és végső soron meg azért is, mert valóságosan a többi településen is Jézus el akarta végezni az ő munkáját. Nem elégszik meg ő, hogy valakik életében csodát tesz, hanem azok életében is el akarja végezni az ő csodáját, ahol ő még nem tevékenykedhetett. Lehet, hogy éppen te vagy ez, kedves hallgatom, ahova Jézus most vonul. Kapernaumból éppen a te hajlékodba, hogy elvégezzen nálad is egy csodát. Hadd nyissuk hát meg akkor nem csak otthonaink ajtaját, hanem szívünk ajtaját is, hogy Jézus az ő érkezésével csodát hozzon, csodát tegyen. Legyen ez a csoda nyilvános, vagy legyen ez egy belső átalakulás, amiben az önző ember önzetlenné, a gyűlölő szeretetteljessé, a gonosz pedig jóvá váljon, és így hozunk dicsőséget Isten nevének. Kedves rádióhallgatók, önök a Lépésről Lépésre című műsort hallgatták. Köszönöm szépen Filip Lukács Istvánnak a beszélgetést. Áldott legyen a jó Isten azért, hogy az ő világába egy kicsit betekintést nyújtott ma is. Minden kedves hallgatót visszavárjuk a készülékek közelébe jövő héten is. Addig is Isten gazdag áldását kívánjuk életükre, családjaikra, vigyázzanak magukra, viszonthallásra. Feltárul előttem szép hazám.